Mi a... Aha, azt én sejtettem, hogy ti innen ki fogtok jönni, csak... Gondoltam, hogy megcsikizlek téged a kalapácsommal. Hát ez ilyen, ez a tipikus ilyen össze-vissza build, Újvi. Amikor mind a négy statot húzod, egyik sem annyira kiemelkedő, tehát mondjuk lehet, hogy neked már régen van egy 75-ös strength-ed, amivel mész, én meg ilyen 30-as statokkal mókolok. Oké, tehát följöttünk ott, és mehetek két irány, menjünk balra. 40 strength, vagy 50 strength. Skin and tooth, de hát az az elején az ez, ne, ja nem, ez a faithful. Skin and tooth. Hatalmas hammer. Az nekem még szerintem nincs is meg, mert ezek már egykezesek. Ja, az egy kard. Ravager, Fallen, Sword of Skin and Tooth. Ez mondjuk azért beteg, mert ez egy Fire és Fire build-up-os. Az egy jó választás. Majdnem olyan, mint hogyha értenél a játékhoz. Bizony, azt mondja, bizony. Oké, itt viszont meg umbrába kell lenni, hogy rohadj meg, most jöttem ki belőle, bazeg. Jó, akkor majd még visszamegyek. Not opening from this. Hát nem biztos, hogy akarom látni, hogy mit csinál magával az az ember, aki ilyen hangokat ad ki. Twisted Bolts. Veserúgás kötelező. A vak vezet világ. Krappa segített választani? Mondjuk kivételesen ez az a játék, srácok, ahogy én már többször elmondtam nektek, rohadt büszke vagyok Krappa barátomra. Tehát szerintem életébe először játszik úgy egy játékkal, hogy annak valamilyen szinten utána nézett, játszik vele off-stream, farmolgat, építi a buildet. És a legdurvább része az, hogy mindezt élvezi. Na, az a nem mindegy. Oké, ott föl tudok menni egy létrán. Op, az ott mi? Ja, egy item. Mirror of Protection. Jó, itt vissza tudok jönni az umbrából. Oké, ott híd nincs. Ott is vissza lehetett volna jönni az umbrából. Igen, nagyon jól néz ki. Jó. Még mindig nem muszáj átmennem. Ez a másik oldal, ahol föl lehet jönni, ugye? Igen, jó. Ez a...
Ez így nyilván kicsit csísz, hogy így be lehet nézni a fa... Ó. Jó napokat kívánok! Ó, az anyámat! Jó van, akkor menjünk át. Amúgy kezd egy kicsit sok lenni, hogy mennyi fele lehet jönni. Most még egyelőre nem látom át. Manoréd! Szia, Lepramanon! Nagyon szépen köszi! Hello, hello! Ajaj! Inner Serpent Pendant. Jó, nyugi. Meg vagyok. Oké, ott bementünk az előbb. Miért felejtem el mindig, hogy ezek kettőt lőnek? Na jó, most már túl sok ideje vagyok itt, és össze-vissza keringek, tényleg mint golyafos a levegőbe. Tű. Oké, innen is ki tudok jönni. És ki akarok jönni? Hol raktam le legutóbb a szídemet? Nagyon messze, mi? Na mindegy. Csak szerintem ahol leraktam a szídemet... Úristen. De mozog, oda... Jaj! Józsi! Na, hát nem szégyölled magad? Én még nézelődtem. Gondoltam egyébként, hogy az lesz, hogy... Kettőt lő. Nem, csak egyet lőtt. Ó, szerintem tudom, hogy most hol vagyok. Nem, fogalmam sincs. Ezt a kurva játék, ezt mindig eljátsza velem. Amikor már azt hinném, hogy de tudom, akkor azt mondja, hogy no. És itt nincs is átmenete. Elég rég volt, Pihi. Igen. Mondjuk nem vagyok benne biztos, hogy olyan iszonyatosan messze vagyok a... a szídemtől. Az mi? Ó, ha megint egy ilyen izé, Józsi. Az baj! Hú!
Axis rúnát kaptam. Teljesen el vagy veszve a játékot? Nekem kell egy pár kört lerónom, mire leesik, tudod, hogy mi hol van. De nagyjából egyébként hát ettől visszább lévő területeknél már... Ettől visszább lévő területeknél már egész jó vagyok. Ott már átlátom, hogy mi merre van. Heisenberg, nagyon szépen köszi. Aha. Eddig nagyon jó, mert mindig olyan ajtókat találtam, ami ebből az irány, abból az irányból, ahol vagyok, nem nyílik. Tehát, hogy így nehéz elrontani a dolgot. Jó van. Most ez se nyílik innen? De ez mondjuk pont nyílik. Az mi, bazd meg? Az olyan, mint az egyik... Mint az egyik boss. Aha, az olyan volt, kérlek szépen. Ez is nyílik innen. Kinyílt. Randiant volt. Na az van, hogy ott bent középen még van egy ilyen nagy imádkozó sáska. És várjál, oda valahonnan be lehetett nézni az előbb. Ja nem, innen nem nyílt, oké. De volt még egy másik ajtó is. Jó, itt nem tűnik el a kerítés az umbrába. Ó, oh, hello. Szotyizz rá ott magadnak. Ez a kerítés se tűnik el, de... Ja, nem nyílik. Jó, akkor mindenképpen menni kell még körbe. Mert itt... itt sem tűnik el. És itt meg már úgy jöttem visszafele. Itt amúgy rakhatok le egy izét, magot. Ah, bazd meg, rakjuk le. Rakjuk le és elköltöm akkor a szólt, hogy ne... De nem resztelünk, csak elköltjük. Mit húzzak előbb? Legyen Rad Inferno kombó. Aztán a következő kettő az majd akkor Strength Agi lesz. Jó, itt viszont nem resztelek. Csak tovább megyünk. Jó, még nézzünk egy pillanatra vissza. Tehát, hogy itt... Innen úgy jöttem, hogy... Does not overflow this side. És ott van egy létra is. Nagyon jó. Minden az ellenkező... Jó. Mindegy, megyek tovább arra. Ezt majd valahogy megfejtjük, hogy akkor itt ez hogy van, mint van. Egyelőre most nem látom még át. Félkörös részen szerinted volt egy, ami eltűnt? Hát mindjárt meglátjuk, mert úgyis körbe kell menni megint. Mármint, hogy ilyen kerítésre gondolsz? A rács az nem tűnik el. Azok a kerítések maradtak. Aha, itt van valami.
Oké, nem tudom, hogy ezzel most jót csinálunk-e, vagy nem. Ott át kell menni az umbrába, ez biztos. De az a baj, hogy csak egy memoriért át fogunk menni az umbrába. Nem fogok tudni kijönni onnan. De mindegy, hát ha meg kell halni, meg kell halni. Az emlékek kellenek. De itt csak azért jöttem le, ez az ajtó, ez be van nőve. Byron, it's beautiful. I know you can't actually wear it in case someone sees it. But still, I'll take joy in knowing you have it. Az idő pénz. Mi meg nem leszünk fiatalabbak. Jó, tehát itt átjöttünk. És erre jövök tovább. Ott van valami nagy. Ott van egy pajzsos. Ez maradjunk annyiba, hogy ez brute force-olva lett. Nem voltam ügyes. Ó, ott van egy ilyen... Hát, az jó. Az nem bánt. Annak kevésbé örülök a pajzsosnak lent. Bár most meg átválthatunk akkor izére. A kardra. Nincs semmi. Ja, ez hogyha longsword-on meg lesz, akkor... A longsword-nak a movesetje egyébként nekem jobban tetszik, mint a shortsword-é. You need... Itt minek van ennyi ajtó, ha semmit nem lehet kinyitni, vagy semmit nem lehet abból az irányból kinyitni, amit szeretnél? Hova mész, bazd meg? Az baj. Mert én most nudizik éppen, most szétnyitotta magát. Na, az aztán kurvára kell. Na szóval, hol vannak ezek? Hol van a följáró ahhoz a rohadt izéhez, íjászhoz? Az nem jó. Na, hajj meg. Amúgy ezt az enemit szeretem. Csak kell egy olyan spell hozzá, mint például ez a kalapács, ami beüt mögé,
És akkor nem kell mindig azzal baszakodni, hogy mögé sétálj, és úgy kezd el ütögetni. Does not open from this side. Miért is nyílna ebből az irányból? Az kemény, hogyha ezt nem ütöttem meg egyből. Ez se nyílik ki. Én ezt nem hiszem el. Nincs is jobb, mint csézni és közben a vidot nézni. Csézni egyébként nekem is van mostanában kedvem. Na ez... te fikundári nem verszát. Látom a kis fütyüllődet. Jó. Itt ki tudok jönni az umbrából, ez sokat fog segíteni nyilván. Viszont itt van egy ajtó, amin nem tudok bemenni, csak umbrába. Hú, bazd meg. De most komolyan, mekkora ez a rész? De most tényleg? És hova megy ez a lift? Jó, egy liftet fölhívtam az előbb. Valamiféle olyasmi potenciált ér... Aha, a faszt, oda most még nem megyünk. Ez biztos, hogy megint meg leszek baszva. Animated school szimplán. Aha. Ó, nincsen semmi más. Képzétek el, kinyílt egy ajtó! Mit ütök? Mit ütök ott? Te nem látok? De mi a fasz ütök? Hú, akkor inkább szúrok. Ring of Shelter. Aha. Jó, mindjárt kijövünk az umbrából, csak még akkor ahhoz a lifthez viszont benézünk. Ez itt off. Az ott, ott egy láda is van a végén, az tuti boss. Ez. Ez itt nem tudom mi. Does not open from this side. Really? Hát de nyúlj át rajta, bazd meg. Oké, okay, push down the ladder, ez fontos. Ez gondolom egy shortcut lesz valahova. Ide lehetne lerakni a műtyüllőmet. De akkor először most csináljuk azt, hogy még van idő arra, hogy ott az umbrába átnézzek, hogy ez a lift, ez hova visz. Teljesen vakon vagyok itt, bazd meg. Nem látom át, hogy hogy van most itt ezen a részen a pályadizájn. Hogy ezzel hova jöttem? Ó, na most viszont tudom, hogy hol vagyok. Mindenféle izé nélkül ezt itt azonnal ki kell nyitnunk. Damage. Imádni fogom, hogy a pirossal és ő vele együtt fogunk harcolni. Ja, nem, mert előtte már meghalok. Ó, megjött a piros is! Jó!
Na, remélhetőleg az a baj, hogy nem azt az ajtót nyitottam ki, amit szerettem volna. Szerintem balra lett volna az a másik shortcut ajtó. Azt hittem, hogy arra fogok ráfutni. Na, de most legalább kiderül, hogy innen... Az így gond, hogy én még... Én nekem még dolgom volt, Morá. Viszont ő dob large-ot? Az mondjuk nagyon jó. Na, akkor most oda megyünk rögtön célirányosan vissza. Hát, az mondjuk nem tudom. Hú, bazd meg, ez nem annyira célirányos lett így. Morénak a healjéből én nem kapok? Meg most mit ő nyit ki? Full IaaS build. Az a baj az IaaS build-el. Ezt én megnéztem múltkor. Hogy tudtam egy teljesen új helyre jönni, tehát hogy nem is tudom, bazd meg. Most nem néztem múltkor azt az ajtót. Ez kemény, de most egy teljesen új területen vagyok. Itt jártam viszont. Igen, itt voltam. A memóriát nem néztem meg, jó? Akkor kimegyünk, megnézzük. Jó, most akkor igazából itt megint az van, hogy ott tudom, hogy van valahol egy boss. Ott az a fönti, az a ládás, az egészen biztos, hogy ott szopóroller lesz. És akkor azt mondod, hogy ezt nem néztem meg az előbb. The punishment which was decreed. Rector, forgive me. Is this not only severe for the offense in question? To my ears, Mr. Rector. The pilgrim's words were innocuous. Are you refusing to let that sentence come out? Zsír. Nézd meg, hallod? Most pont minden ajtónak a jó oldalán vagyok. El se hiszem. És itt jártunk.
Igen, a szobor lábánál egy shieldet kaptam. Azt a shieldet, ami a szobor lábánál van, ha jól láttam a piktogramot. Oké, na most a cél az a következő. El kellene jutni oda, ahol voltunk. Jó, hogy az meghalt. Jó, te nem bántasz, úgyhogy maradjál magadnak. Oké, ez az ajtó is itt kinyílt. Az ott... aha, az a körfolyosós rész. Az jó volt, hát nem ezt akartam. Nem tudok le... van. Az ne... Lógatja a lámpáját, bazd meg, mint hogyha a herezacskóját egy csaj feje fölött. Azt utána csodálkozik, hogy meghal. Jó, most legalább újra megpróbáltam megtalálni azt, ahova szerettem volna eljutni. Tehát, innen mindenképpen előre. Jó, most Józsit kikerüljük. Józsi most nem érdekel senkit. Ez az ajtó továbbra se nyílik innen. Jó, ez nem meglepő. Itt tovább mentünk. És ott mentünk. Aha, jó, most már vágom, hogy hova kell majd menni. Ó, Isten verjen meg téged. Papa, te a faszé jöttél ilyen sokáig utánam. Az baj. Számítottam. A Perry. Na, hát akkor így akarva akaratlanul is átjöttünk Umbrába. De szerintem ez nekem most jó, mert ugye itt volt az, ami nekem kell. A kőfejűt azt hagyjuk egy picit. Viszont itt kell bejönni. Remélhetőleg a kőarc az nem jön itt föl. Vagy be. Jó, tehát ezzel a lifttel most szépen lemegyünk. És megpróbálom kinyitni azt az ajtót, amit lent az előbb kellett volna. Akkor legalább azt a részt már látom, hogy hova visz, vagy merre visz. De még szerintem mindig van visszafele olyan rész, amit nem lát. Nem láttam, vagy nem csináltam végig. Durva. Pont tegnap mondtam Miss Lornak, hogy egy ilyen játéknak szerintem iszonyatosan hosszú ideig tarthat megcsinálni, vagy kitalálni a pálya dizájnnak azt a részét, hogy mi mivel legyen összekötve, mi mikor válik elérhetővé, ne legyen túl korán, de ugyanakkor már van benne olyan rész, amit így rögtön látsz az elején, és nem tudod, hogy oda hogy tudsz fölmenni, és igazából 6 órával későbbi progress lesz az, amikor megnyílik.
Ez szerintem tök durva. Az is, amit most ettől a izétől kapok. Szia! Hello, hello. Jó, ez volt az, amit itt kinyitottunk, és Zsák utca. És szerintem ez volt az, az a rész, amit a másik oldalról már láttam. Tehát ennek itt elméletileg ki kell nyílnia. Ki is nyílt. És jöttünk el ide. Aha! Jó. Akkor azt legalább most már tudom, hogy azt a részt összekötöttük így a felsővel. Oda már nem is akarok kimenni, mert szerintem ott már nem volt semmi. Persze lehet, hogy volt, csak most én azt mondom, hogy nem volt. Igen? Örülök, örülök, Timi. Van, akinek ez például sokkal-sokkal jobban tetszik, mint a Lies of P. Nem játék mechanikailag, hanem úgy alapvetően így az egésznek a stílusa. Jó, na akkor most egy kicsit itt játszunk olyat, hogy nem akarok veled foglalkozni. De egyelőre most veled sem. Tehát, itt van egy ilyen, ami nem nyílik, és remélem addig próbálkozok, ameddig hátba baszom a másik. Szerintem innen jöttünk. Oda lehet szerintem lefele menni? Nem, erre az ajtóra is azt mondtam, hogy baszódjon meg, mert nem nyílik ki. Igen. Szerintem arra a föntire is. Fönt két ajtó van. Ugye van ez, ami nem ebből az irányból nyílik, és van ez, amihez viszont másik kulcs kell. Oké. Okay. Anyád az Amerika kapitányába. Jó, akkor viszont figyeljetek, szerintem nézzük úgy a dolgot, hogy itt fönt van egy boss. Ott. Az ott egy bosszocska lesz. Viszont ide le tudok rakni egy szídet. És akkor induljunk ki innen. De a nagy kőarc, hogyha fléjezed, akkor megnyílik, igen. Na most itt resztelhetünk. Jó. Nem tudom, hogy melyik fegyverrel akarok menni, de igazából a loadout az nem rossz. Ez a baj, hogy a kalapácsot, hogyha közel vannak az enemik, akkor nem tudom használni. De igazából annyiféle spellt nem is kell használnom feltétlen. Tudjátok, hogy mi az, amit mindig ki akartatok próbálni? Summon a mist which damages enemies. Ezt. Hogy ezt tegyem le néha. Mert hogy ez milyen jó umbra spell. Majd most letesszük. Na. Lássuk akkor a bosszocskát. Hogy kettő, bazd meg. Oké, oké, nagyot üt, és jobb lenne előbb hílelni. Ó! Oh. Ott voltak valami holy kardok. Jó, ez az umbrát nagyon nem szereti, azt már látom. Summonáljunk alá izét. Nem kéne, mert meghalok a faszba. Oké,
Aha! Egyszerre kell halniuk, mert fölkelt a másik. Ezért esik szépen a HP-juk, mert mindenféleképpen egyszerre kell, különben fölkelnek. Jó, azt a misztet azt hagyjuk, mert olyan lassan szúmonálom meg, hogy abból jobb, azt jobb, hogyha nem csinálom inkább. Viszont akkor nekünk kell az, hogy egyszerre halljanak. Ahhoz a miszt akkor nem jó. A szegeket azokat hagyjuk. A pattogó spell az lehet, hogy nem jön rosszul. Ja, azt adom. Na, akkor viszont egyszerre haltok. Az azért kúr. Az így kellemetlen, bazd meg, hogy... Mi lenne, hogyha inkább mondjuk meghalnál, bazd meg, ahelyett, hogy nem csinálsz semmit? Akkor maradj egy HP-n, oké. Az hülyeség volt, hogy nem ütöttem meg. Csak meghaltak. Defender Armor. Divine Arms. Ah, megkaptam a spelljüket. Azt a spellt, amit ők kasztoltak rám. Jó, és van egy láda. Ami Flail of Wisdom. Oj, megint egy flail. Na nézzük, tehát kaptunk tőlük... szerintem másik fegyvert nem. Ezt a flailt kaptuk, ami viccesen néz ki, mert egy szobornak a feje van rajta. Strength ag is. És nincs rajta semmi. Szuper. És más... De valami kardot is láttam. Ez a Luminous Abinding Defender Sword, ebből nekem már volt egy. Szerintem ez azért... Aha, és ez ráadásul egy Strength Rados kard. Ezt használom a másik karakteremmel. Aha, jó, oké. Fasza. Ez hogy néz ki buffolva a szoborfej? Mindjárt visszamegyünk a normál világba, és akkor fölveszem, azt fölbuffolom, megnézzük. Valószínűleg viccesen világít. Enemies near. Igen, ez valószínűleg nem is nagyon fog változni. Jó, hogy ennyire near. Engedj már át! Loretta, nagyon szépen köszi neked is. A neurotoxinnak ajándékozott szubot. Kösz. Hallod, engedjél már pihenni!
ennél nem lesz kevesebb enemy, tehát itt folyton enemik lesznek, csak úgy súgok. Gondolod, Whispering, hogy az az oka? Hát amúgy lehet. Ja, hogy szerintem te voltál az oka annak, hogy nem tudtam leülni. Ó, oh, igen. Upgrade-eljük akkor egyel a strength-et, és akkor 28 lett az is. Jó, rest! Kijövünk az Umbrába, és akkor megnézzük, hogy milyen buffolva az a fej. Az nem esett le, bazd meg, hogy... Jó, majd megnézzük, hogy milyen buffolva a fej, amikor végre újra tudok interaktálni ezzel a fossal. Ezt, aki kitalálta, hogy le lehessen rakni egy vestige pontot úgy, hogy utána nem tudod használni, mert mindig azt írja, hogy enemy nearby. Az egész nyugodtan bekaphatja. Na, warpoljunk először el innen, mert muszáj elszaladnom pisülni, mindjárt jövök. Na, amíg viszont kávézok, meg csokizok, addig beszélgessünk. Szigorúan személyes vélemény volt? Ja. Közelebb áll nyilván, de hogy emiatt, azt nem tudom. Azért szerintem sokaknak a Lies of P-vel az is volt a bajuk, azért az nehéz volt. Szerintem az azért egy lényegesen nehezebb játék volt, mint ez. Na, a lampet tudjuk upgrade-elni. Szóval lehet, hogy az is. A streamer élőben csokizik, igen. Sokobons. Igazából, ha úgy nézzük, a DS1 és az első Lords of the Fallen egy korszakba jöttek ki, szóval azért... amúgy igazad van! Igen. Alapvetően a Souls game-eknek az a lényege, hogy nehéz legyen. Viszont... nem mindegy, hogy nehéz. A Lies of P...
az nagyon sokban eltér. Már csak amiatt is, hogy abban például nagyon-nagyon nehéz, vagy nagyon-nagyon szar dodge-olni. És azért a Souls game-ek azok inkább szóltak mindig is a dodge-ról, mint sem a blokkról vagy a parry-ről. És aki azt szokta meg, vagy azt szereti, annak a Lies of P az egy kínszenvedés. Szerintem. Na, addig lehet, hogy föl fogunk menni egy picit Discordra. Azt kérünk Miss Lortól egy kis útbaigazítást. Csak hogy a... Csak hogy minél kevesebb fölösleges dolgot, vagy hülyeséget csináljak streamen, és a legélvezhetőbb legyen az útvonal. Te vagy már egy kínszenvedés. Jó, kap már be! Na, elméletileg mindenkivel beszéltem, és senkivel se kellett volna feltétlen. A blokk és Perry inkább Sekiro volt, és azt is mennyire utálták. A polármot tudom-e húzni? Mondjuk pont most nem. Azt mondja, hogy a polárm húzáshoz... Hol vannak az alapanyagaim? Hát 9-en van. Annyira nem. A Sekirot még én is néztem. És ez egyébként egy mármint, hogy azért különleges pihen, mert te utálod a Souls game-eket nézni. Mindjárt jövök Mr. Discordra, gyere már fel hozzám egy picit. Mármint az én Discordomra. Most ahogy látom, Dodocék úgyis loloznak. Cső-cső. Na, csak azért azt akartam kérdezni, hogy ahol most vagyok, most az jó? Hát mire? Az a main útvonal. Ez a main útvonal? Én azt hittem, hogy a memoriálos a main útvonal. Hát ha megnézed, hogy az van hamarabb, akkor rájössz, hogy nem. Igen? Na várjál, mindjárt nézem. Most jöttem csak haza, tehát eddig nem is tudtam megnézni a teleportokat. Ó, oh, meg tudtad volna, ha szeretted volna. Mert most én ezen a pathway-en vagyok? Nem, akkor ott nem aktiváltad be azt a... Én most biztos egyébként, hogy valahogy olyan elbaszott útvonalon mentem, hogy az nem volt jó. Az tuti, mert én ott annyit keringtem most, mint golyafos a levegőbe, hogy nem tetszett. Hol van a seedlinged? Fasz tudja. Valahol fönt. Igen? Az azért jó az a seedling, mert az, hogyha megérkezek, akkor utána nem tudom újra használni, amíg ki nem takarítom a területet. Itt vagyok fönt. Jó. És itt most öltem bosst. Azt a bosstot megöltem. Igen. Ugye ez a main útvonal. Uh-huh. Itt segítek annyit, hogy ne nagyon rosszert, megy ki le a lépcsőn. Le a lépcsőn, igen. Mondhatod tovább, mert úgy azt már megjegyeztem, hogy ott mi van. Balra át a bolt even, le az ajtóig jobbra, utána befordulsz jobbra. Na várj, azért ennyire nem. Át a bolt even, igen. Csak mert elfordultál ott a konyha ajtónál, és nem mentél be szembe a... Igen. Na várjál, akkor most vissza. Nem vissza, mondtam, jobbra, le a, ott a, mögötted az ajtóhoz. Mi a fasz csináljak azzal az árt ajtóval, ami másik oldalról nyílik? Te az árt ajtóval, menj be jobbra. Ó! Oh. Azt senki nem mondta, hogy itt van egy lyuk. Ott menj le, és ott lesz a vesztit, azt hagyta.
ez egy shortcut. Az nagyon jó. Köszönöm szépen, tesó, átrántottál. Várjál, ez átrántott, az nagyon-nagyon-nagyon nem tetszik nekem jelenleg, amit te művelnek a testem. Itt akkor most így meghalok, jó? Hallod? Bejöttem egy ilyen 8 mob közé, akik... Jó, tehát akkor ide kell lefutnom, ezt nem vettem észre, ezt a kanyart. Nem, ez csak egy shortcut, tehát itt tudsz majd visszajönni. Az az ajtó amúgy nem a másik oldalról nyílik, hanem egy kulcs kell. Jó, akkor mert... mindegy, az a lényeg, hogy öt ajtóval próbáltam meg interaktálni, és egyikkel se lehetett, úgyhogy már faszom ki volt ezzel a résszel. Ahol most a vestiged van, ott ebben a templomban kell megkeresned a kulcsot. Konkrétan ott van közepén. De ez lesz a main útvonal tovább. Kösz, ez most átránt. Ettől nem lettem barátságosabb, vagy nem lett barátságosabb ez a rész. Jó. A Mariát azt bármikor megcsinálhatod, nyilván az egy opcionális, tehát azt te döntöd el, hogy mikor csinálod végig. Hát de azt is megcsináljuk szerintem streambe. Hát most, hogyha megtaláljuk szerintem azt a... mi az, amit kihagytam, ami miatt megyünk most ott le, akkor szerintem utána átmegyünk a memóriára, és akkor azt az útvonalat csinálom tovább, nem? Ahogy érzed, persze, azt egyszer... Hát akkor sorrendbe haladnék inkább. Hogy ketten vagytok? Ó, na jó, hát akkor menjünk át az Umbrába. Aha, azt tudom, hogy miért nem akartam átjönni előbb itt az Umbrába. Ne azt vedd föl! De megbasznak! Úristen! Aki kitalálta ezt, a kis karikát? Igen, nekem kell a GPS. Hát az elején igen, aztán utána már egy 6-8-10 óra után átlátom az egyenes folyosót is. Igen, ez a shortcut megvan, rendben. Most, hogy elraktam a kalapácsomat, csak az kéne, bazdmeg. Dusty Shime. Chime. Igen, itt megyek akkor tovább. Annyira kíváncsi vagyok egyébként, hogy hol hagytam el, mert éreztem, hogy nagyon sokat rohangáltam, és már éreztem, tudod, hogy ez a... Bazd meg, itt már biztos, hogy kellett volna lenni egy izének. Még a chat is megszólalt, hogy 30k szól van nálam, és nagyon régen volt pihi. Hát, én nagyon figyelek. Maximum a chat mellé. Ah, és az a vestige. Aha. És itt mi van? Ó, itt volt a konyha. Ah, tehát a konyhánál kellett volna itt egyenesen jönni, és akkor itt ez a vestige maradt ki. Innentől kezdve meg tudod, hogy merre kell menni. Mert akkor innentől kezdve, tehát hogy ez a vestige pont, ez a nest és a memoriál között van? Nem, a pathway után van. A pathway után van. Oh. És a nest és a memoriál között nincs semmi? Nincs. Jó. Oké. Okay.
Akkor megyek a memoriálba, és akkor onnan meg mehetek, amerre akarok. Ja, csak itt majd beszélgesz a csókával. Melyikkel? Ha már oda ment szegény. Nem, innen, hát, ő innen már elment. Nem. Ahonnan eljöttél. Ott van szerencsétlen, ott állt feletted. Mi? Tényleg? Igen. Ott volt felettem? Hát akkor beszélgessünk vele. A merchant? Tehát a wandering merchant? Aha. Ja, ott Google, tényleg.